Egy-egyes végeredményt hozott a két osztályt váltó együttes bajnoki találkozója a labdarúgó MB2 negyedik fordulójában. Az élvonalból érkező Diós Győr az MB3-ból fellépő Kecskemét csapatát fogadta. A szerda esti 90 perc sok helyzettel tarkított lüktető játékot hozott, mely során mindkét együttesnek megvolt a lehetősége a győzelem megszerzésére, de végül maradt a döntetlen. A Siófok otthonában elért döntetlent követően hazai pályán fogadta a DVTK Kecskemét csapatát. A mérkőzésen aztán az első lehetőségét azonnal gólra is váltotta az ellenfél, a nem kellően határozott védekezést Szalai egy fejessel használta ki. 0-1. 3 perccel később csönd lett a stadionban a 3270 néző ellenére is, hiszen egy veszélyes akció után közel jártak az újabb gólhoz a lilafehérek. A 33. percben aztán sikerült az egyenlítés. Bárdos ívelését Eperjesi fejelte középre, ahol Hornyák pazar sarkozása is gólt érdemelt volna, de hárított a kapus. A kipattanót először Könyves fejelte kapura, majd Hornyák pöckölte végül a hálóba a labdát, de mint később kiderült, már a fejes után áthaladt a labda a gólvonalon. 1-1. Nem vetette vissza a vendégeket a bekapott gól, ugyanis a 37. minutában Pósár nagyvédésére volt szükség ahhoz, hogy ne változzon az eredmény. Nem volt elégedett a látottakkal Kondás Elemér, ugyanis a DVTK vezetőedzője már a szünetben cserélt. Aztán az utolsó negyedórához érkezve először néma maradt a síp ennél az esetnél, majd a mérkőzés végjátékában mindkét csapat eldönthette volna 3 pont sorsát, de először a 86. percben védett nagyot Pósár kapus, majd már a hosszabbításban Horváth hagyta ki a szinte kihagyhatatlant. Így maradt az 1-1-es döntetlen. Évekig a Tomislav Sivicsel dolgoztam, és filozófiát azért átvettem, Tomi mindig a támadójáték, és ha én komolyan mondom, ha pontokért szeretnénk jönni, még egyszer mondom, azért az én fejem is itt a tét, belemehettünk volna egy olyan vereségbe is, nehogy Isten, de én abszolút nem is gondoltam erre. A veszélyes vendégtámadásokhoz egy ötvédős, szilárd védekezés társult, ennek feltöréséhez gyors, pontos játék kellett volna. Ezeket a játékelemeket hiányolta nagyon csapatából a hazai vezetőedző. Bátortalanul kezdtük a találkozót, tehát így nem lehet pályára lépni, viszont utána azt mondom, hogy a játékosok után fölvállalták azt igazából, amit tudnak. Nyilván ezen még van mit javítani természetesen, mert egy ilyen felállt védelmet azért meg kell próbálni még jobban megbontani. Kondás Elemér hozzátette még, a siófoki pont osztozkodás nem volt elfogadható, de a Kecskemét elleni egy teljesen más döntetlen volt. A következő fordulóban hétfőn idegenben az ellen a Szolnok ellen javíthat majd a DVTK, akik szintén 8 pontot gyűjtöttek eddig a bajnokságban.